Hát Isten hozott bennünket, sziasztok! És nagyon izgatott vagyok, mint mindig, amikor Isten gondolatairól beszélünk. Hogy vagytok? Jó vagytok? Oké. Ahogy így beszélgettünk a srácokkal, Sanyival, Krisszel, Petivel, az a szívünknek a vágya, hogy tanítsunk, tanuljunk Isten igéjéről, Isten igéjéből. És azt hiszem, hogy ahogy így majd megyünk előre, hogyha Isten megáld és visz minket tovább, akkor nagyon sok mindenről szeretnénk beszélni. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy igazán az alapok alapjáról beszélünk. És talán mondhatom a többiek nevében is, hogy ez nem lesz másképp a jövőben sem, de szeretnénk a palettát olyan szélesre nyitni a tanításban, amennyire csak a Biblia engedi, amiről a Biblia beszél, a párkapcsolatokról, anyagi dolgokról, konfliktuskezelésről, tragédiákról, örömökről, mindenről, ami az életünk, gyakorlati keresztény élet. Azt hiszem, hogy mindenről szeretnénk beszélni. De a legfontosabb azt hiszem az, hogy az alapjaink rendben legyenek, hogy kicsoda Isten, és hogy ki vagyok én. Azt hiszem, hogy ebben a sorrendben. Mert, és mindig el szoktuk mondani, hogy van egy helyes istenképünk, hogyha egy megfelelő szemszögből olvassuk a Bibliát, akkor megfelelő önképünk lesz, az egy egészséges életet fog eredményezni, és ez gyümölcsözővé fogja tenni az életünket. És ez a vágyunk, mert mi másért járnánk ide, igaz? Csak meghallgatunk egy üzenetet, és lehet, hogy azt mondjuk, hogy ámen, ez klassz volt, ez jó üzenet volt, de az a várakozásunk, és arra számítunk, hogy a szívünkben elkezdődik egy munka, ez az ígéret, hogy Isten igéje egy munkát fog elvégezni a szívünkbe, és ez hatással lesz a kapcsolatainkra, a környezetünkre, a munkánkra, a magánéletünkre, és ezt hívjuk a szemnövekedésnek. Oké. Mit szólnátok, ha egy gyorsat imádkoznak? Ez csak így egy gondolat volt. Drága atyánk, kérünk, hogy beszélj magadról. Egy friss módon, Uram, szólj hozzánk, és eleveníts meg bennünket. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a te nevedben, és bátoríts minket, foglalj helyet itt közöttünk. Lehelj rá a te igédre, használj minket, te nevedben, Jézus Krisztus, ámen. És csak még egy gondolat, még mielőtt az üzenet, és ez egy rövid üzenet lesz, mert aztán jön a hosszú üzenet utána. Hogyha Isten indít téged, akkor nekünk az a vágyunk, hogy ne csak mi prédikáljunk, ne csak mi beszéljünk. Jó, mert ez biblikus, és ez a szívünknek a vágya, hogy előbb vagy utóbb, valamelyikőtök felteszi a kezét, vagy szól Isten tisztelet előtt, vagy előző héten, hogy figyelj, nekem van egy gondolatom, szeretném jövő héten elmondani, szeretnénk, kérlek, szabad vagy rá, nincs semmi kényszer, ha nem, akkor nem. Tök jó, ha igen, annak örülünk, de csak hogy nem csak mi szeretnénk beszélni, hanem van bizonyságod, egy gondolatod az Úrtól, egy hosszabb gondolatod az Úrtól. Oké, kérlek, hogy oszd meg, ne tartsd magadba, mert ez biblikus. Ezt így csinálták a korai egyházban is. Oké, és a gondolat ez, hogy nem vagyunk elég merészek még mindig. Nem vagyunk elég merészek. Azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Isten, nem vagyunk elég merészek. Ha az mindenkinek megvan, hogy Isten a teremtő, és mi vagyunk a teremtmény. Ez nem egy nagy ugrás, ezt még a nem hívők is hiszik néha, igaz? Aztán az sem jelent problémát, hogy Istent egy mesternek gondoljuk, és mi vagyunk a tanítvány. Mert hiszen az egyház tulajdonképpen egy szigorú mesterként, és egy félelemmel megtelt tanítványként ábrázolta Isten és az ember kapcsolatát évszázadokon keresztül. Azt hiszem, hogy ez is megy. És aztán van egy merész ugrás, amit Luther Mártonék tettek, amikor azt mondták, hogy várjatok, itt nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy van egy szerető édesatyánk, az Abbá atya, aki a családjába vet minket, ő szeret minket,
és nekem nem kell megfelelnem neki. Ez volt a reformáció. Nem emberi cselekedetek, hanem Isten kegyelme. És ez merész volt. Úgy értem, hogy az egyházban ez elképesztően merész ugrás volt. De figyeljetek, szerintem lehetnénk ennél még merészebbek is. Úgy értem, hogy még ők sem mentek el a falig, mert én egy szerelmes történetet olvasok a Bibliából. Egy szerelmes Istenről, aki elveszítette a szerelmét. És itt kezdődik a probléma, hogy mi teológiát próbálunk gyártani a Szentírásból, de ez egy sztori. Isten egy történetet mesél el, nem teológusokat szeretett volna elhívni, hanem ő a szerelmét szeretné visszakapni. Elmeséli a történetet az elejétől, amit most nem fogok megtenni, mert mindannyian ismerjük a történetet, de szeretném abból a nézőpontból olvasni a Bibliát, ahogy azt Isten szánta nekünk. Nézzük meg a Énekek éneke 6:6. Ugye ezt tudjuk, hogy Isten azt mondja, hogy te az én egyetlen egyen vagy. És az én galambom, az én tökéletesem, az ő anyjának egyetlen egye, az ő szülőjének választottja. Isten szerelmes belénk. Nagyon nehéz elképzelni ezt a képet, főleg, hogyha magamra gondolok. De ő az egyházba szerelmes. És aztán óriási kockázatot vállalt, mert ugye a szerelem, a kapcsolat, az csak két szabad akaratú lénynek a döntése alapján képzelhető el. És 1 Mózes 1.26-ban látjuk, hogy Isten megtette azt az egyetlen módot a teremtésben, amivel ő szabad akaratú lényeket teremt, olyan lényeket, akik képesek válaszolni az ő szerelmére, az ő elhívására, az ő barátságára, az ő kezdeményezésére. És 1 Mózes 1.26-ban azt olvassuk, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És ez az egész univerzumban csak ránk érvényes, hogy hasonlítunk Istenre. Hasonlítunk Istenre. Erről beszéltem egy hónappal ezelőtti üzenetemben, hogy mit jelent a prototípus, hogy mi Istenre hasonlítunk. És aztán történt valami, egy géniusz megirigyelte ezt a hasonlatosságot, mert rájött arra, hogy ő ugyan hatalmas, de mégsem hasonlít Istenre. Ez egy sátán volt. És a görög mondakörben az embereknek a szellemi kísérőit, védelmezőit géniuszoknak hívták. Mindenki tudott a démonoknak a létezéséről, csak mindenkorban más nevük volt. És Ézsaiás 14:14, egy nagyon érdekes vers, és ez sátánról beszél, azt mondja, hogy és sátán bukásáról, fölébe hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. És itt, amikor a hasonló szót használja a Héber, ugyanazt a szót használja, mint egy Mózesben a teremtésnél, azt mondja sátán, hogy én is hasonló akarok lenni a magasságos, az úgy, ahogy az emberek. És sátán gyűlöl minket, mert mi lettünk Isten képére és hasonlatosságára alkotva, és nem ő. Mi lettünk Isten családtagjainak számva, mennyasszonyának, szerelmének számva, és nem ő. Úgyhogy az egész történelem alatt sátánnak az egyik célkitűzése az, hogy soha nem merészeld annak gondolni magad, mint akinek Isten szánt. Ez az egyik célkitűzése. És nincs túl nehéz dolga, amíg a világban van valaki, mert ugye ezt nem kell külön magyaráznom, de ő erőfeszítéseket tesz arra, hogy Istennek az egyháza, Istennek a szerelmese, Istennek a tökéletese se lássa saját magát annak a szeretet minden körülmények között elfogadott lénynek, akinek Isten látja. És hogyha Sanyi mondaná, lehet, hogy ez a gólvonal. Hogy itt, azt hiszem, hogy itt van a fordulópont, amiről Sanyi beszélt. Hogy a nézőpontunk vajon hozzáigazodik-e Isten rólunk alkotott képéhez. Hogy találkozik a hitünk a valósággal. Úgyhogy és Isten ugye óriási kockázatot vállalt, amikor szerelmest keresett magának, szerelmest teremtett magának, mert szabad akarattal lettünk alkotva. És a szabad akaratban benne volt a nem is, igaz? A nemnek a lehetősége, és ez megtörtént. Istent a szerelmest ott hagyta az ő szerelme.
Nagyon érdekes, hogy mi emberek is szeretnénk a saját képünkre és hasonlatosságunkra alkotni lényeket. Robotika. Láttátok, hogy az a menő most, hogyha minél jobban hasonlít egy emberre egy robot. Saját képünkre próbálunk, mesterséges intelligencia, stb. Csak mi csalunk, mert mi nem adunk szabad akaratot a robotoknak. Nem tudom, hogy ismertek a robotika 3 alaptörvényét? Isaac Asimov, egy tudományos, fantasztikus író, megalkotta ezeket, és legjobb tudomásom szerint valamilyen szinten ezt alkalmazzák most a mesterséges intelligenciánál. Ez a 3 törvény így hangzik. A robotnak nem szabad kárt okozni a emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Le van korlátozva. Aztán a második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve ha ezek az első törvény előírásaiba ütköznek. És aztán a harmadik törvény, a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy a második törvény előírásaiba. Oké? Nem tudom, hogy csinálják, de beletesznek egy kis csipet, bele van égetve a memóriájukba egy blokk, hogy oké, nincs szabad akarat. Nincs szabad, és Isten nem védelmezte magát a mi szabad akaratunk ellen, hanem azt mondta, hogy nekem megéri ez az ár, amit én fizetni fogok, mert ő pontosan tudta, hogy az ember el fog bukni, hogy nemet fog mondani neki. És aztán Filippi 2:7-8. Filippi 2. És mikor olyan állapotban találtatott, sőt nem ez a 8. vers, hanem önmagát megüresítette, Krisztus szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Hogy Isten megalázta magát, hogy visszaszerezze az ő szerelmét. És azt mondta, hogy emberekhez hasonlóvá leszek, szolgai formát veszek fel. És itt csak egy rövid gondolat, hogy mit tett velünk a törvény, amikor kijöttünk a kegyelem alól. Mert nagyon érdekes, hogy itt szolgai formát emleget a Szentírás, holott azt olvassuk a Teremtés könyvében, hogy az embert uralkodásra teremtette, hogy az ember uralkodjon. Itt pedig már szolgai formáról beszél. De amikor ott hagytuk Istent, kiléptünk a kegyelem alól, akkor a bűnnek és a törvénynek a szolgassága alatt találtuk magunkat. Hogy az ember egy szolgáló lény lett. És Isten pedig azért jött utánunk, több minden miatt, most majd mindjárt erről beszélünk, és már csak egy pár percem van, azért jött utánunk, hogy megszabadítson bennünket a bűn és a törvény szolgaságából, és visszaemeljen a kegyelem uralmára, a kegyelem uralma alá. A kereszten Isten nagyon sok mindent tett, két dologról szeretnék beszélni, és azt hiszem talán ez a kulcs gondolat, hogy Isten a maga számára alkalmassá tett bennünket, megbékéltetett magával, kifizette a bűneinket, és ezáltal lehetőséget adott nekünk, hogy megszeressük őt. Ezt értitek? Figyeljetek. Ő alkalmassá tett a maga számára, és lehetőséget adott nekünk arra, hogy megszeressük őt. Figyeljetek, és ezt vétjük el, mert mi szeretnénk, hogyha Isten megszeretne minket, ezt értitek? Fordítva csináljuk, hogy hogyan tudnánk kedvessé válni Isten előtt. És ez egy beteg gondolat, mert Isten előtt kedvesek vagyunk, ő szerelmes belénk, és eljött értünk, megalázta magát, mindent odaadott értünk, és a kereszten elvégezte ezt, hogy egyrészt alkalmasak legyünk, azaz tökéletesek, bűntelenek, hibátlanok, mert különben nem tudnánk Isten elé járulni, ő megtisztított bennünket, és utána azt mondta, hogy az én megismerésem, miután jársz ebben, akivé tettelek, miután visszaemeltelek a kegyelemnek az uralmára, kihoztalak a szolgasság alól, és végignézed az én kegyelmemnek a gazdagságát, hogy kivé tettelek, ránézel magadra ebből a nézőpontból, akkor tudod, mi fog történni? Amikor rám nézel, akkor elkezd a szíved választ adni. És azt mondta, hogy én, Uram, te tetszel nekem, én szeretlek. Én szeretnék olyan lenni, mint te, én szeretnék még közelebb kerülni hozzád, és azt hiszem, hogy ez az egyetlen motiváció, amivel Isten ezt elérhette, az ő szeretete, az ő helyreállítása, az ő meggyógyítása.
És ez az egész igazából róla szól. Sokat lehetne még erről beszélni, csak még egy utolsó gondolat, hogy ez az egész történetben Isten arról szeretne nekünk beszélni, amit ő elvégzett értünk. És mi sokszor azt kutatjuk az írásokban, hogy mi az, amit nekünk meg kéne tennünk ahhoz, hogy Istennek tetszünk, vagy oké, nem tudsz jobban tetszeni Istennek. Ki az, akiben Isten gyönyörködik? Kiben gyönyörködik Isten? A megdicsőülés hegyén, amikor megjelenik Mózes, Illés és Jézus, és ott vannak a tanítványok, akik vannak Péter, János és Jakab, azt hiszem, ugye? Ők hárman. És ugye ott van a törvény, ott van a proféták, a törvény Mózes, Illés a proféták, Jézus pedig a kegyelem, egy új szövetség. És amikor Péter azt mondja, hogy építsünk itt három sátrat, egyébként vannak teológusok, akik azt mondják, hogy Péter a sátoros ünnepre célzott, hogy azt hitte, hogy a sátoros ünnep az a zsidóságnak, Izraelnek a megszabadulását jelképezi, és vannak, akik szerint Péter azt hitte, hogy ez az eljött a pillanat. És azért mondta, hogy építsünk sátrat, amellett, hogy valószínűleg jól érezte magát, de elvétette az időzítést, az még csak a későbbiekben fog megtörténni, de Isten keresztbe vágta a mondatát, és azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. És figyelj, én nem szeretnék küzdeni a továbbiakban azért, hogy Isten gyönyörködjön bennem, azért, mert már most gyönyörködik, mert mi Krisztusban vagyunk. Kiben gyönyörködik Isten? Az ő szeretett fiában. És te hol vagy? Hol van a gyülekezet? A fiúban van. Isten gyönyörködik benned. Isten szerelmes beléd. És Jelenések 19-ben látni fogjuk a mennyegzőt. El vagyunk jegyezve Szent Szellemmel, el vagyunk pecsételve, a Szellemnek a zálogát adta a mi szíveinkbe. A zálog az vissza nem kérhető foglaló. Egy foglaló, le vagyunk foglalva Isten számára, és ott leszünk a mennyegzőn. Tökéletesen, Isten számára elfogadhatóan, szinte egyenrangú partnerként Isten családjába belekeresztelve. Hitáltal. Jó. Amen. Amen. Azt szeretném kérni, hogy van itt 2 perc, amíg a technikát átfegyverezzük egymással másikra, hogy álljatok föl addig, forduljatok a mellettek levelőkhöz, és mutatkozzatok vele. Nem is megint egymást, vagy mondjatok valamit.